Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a testépítésre és fitness bajnokságok rendezésére minden országban. Ennek apropójából tartottak sajtótájékoztatót a Miskolci Cutler Fitness edzőteremben, ahol Bukovenszki Gábor főszervező tájékoztatta a média képviselőit a június 1-i IMBA Grand Prix Naturál Testépítő Nemzeti Bajnokságról és Nemzetközi Versenyről. A Borsod-Abó-Zemplén megyei székhelyen elmondása alapján a 90-es években volt aktív a testépítés, amelyet egy 20 éves kiagyás követett, majd Kalas Csabával 2014-ben döntöttek úgy, hogy megalapítják a Miskolci Bodybuilding tímet, amely már a 40 tagot számlál. Itt tudják megmutatni a magyar naturál testépítők azt, hogy mire is haladtak egy év alatt. Minden év tavaszán kerül megrendezésre ez a verseny, és most nagy örömünkre megkaptuk a lehetőséget arra, hogy Miskolc város rendezhesse meg, illetve Miskolc városában rendezhessük meg ezt az eseményt. Jelen pillanatban már 130 versenyző regisztrált, több mint 220 kategóriában, 9 országból, tehát mi abszolút meg vagyunk ezzel elégedve, és nagyon örülünk ennek. Az, hogy 9 országból jönnek versenyzők, az ugye egyrészt köszönhető annak, hogy világbajnoki kvalifikációról van szó, tehát a külföldi versenyzők is szeretnének kvalifikálni a világbajnokságra, ami majd egy hét múlva a versenyünkre, egy hét múlva június 7-én Athénban lesz. Illetve annak is köszönhető ez, hogy a magyar naturál testépítő sport nagyon erős. Ez az a versenyforma, a naturál, ami közelebb tud jönni az emberekhez, hiszen ez a fizikum, ez bárki számára elérhető, megvalósítható, nem kellnek hozzá szteroidok, semmiféle illegális eszköz ahhoz, hogy a versenyzők a maximumot ki tudják magukból hozni, és ezen a versenyen meg tudják mutatni mindenféle félelem nélkül attól, hogy esetleg ide olyan emberek is érkeznek, akik esetleg tiltott szerekkel készülnek, hiszen ezen a versenyen poligráfos hazugságvizsgálatot tartunk, ahol a bírók szúrópróba szerűen választanak ki a versenyzők közül a doping tesztre embereket. Ezért igyekszünk a verseny mellett egy úgynevezett expót is létrehozni, ahol érdekes programokat is találnak maguknak a versenyre kilátogatók, hiszen azért be kell vallani, egy testépítő verseny azért elég unalmas tud lenni reggel 6-tól este 10-ig ugye ezt nézni, és szeretnénk lehetőséget biztosítani az embereknek arra, hogy miközben mennek a versenyszámok, közben el tudják magukat foglalni esetleg más dologgal is. Nagyon sok érdekes dolgot láthatnak majd a nézők, és nyilván találkozhatnak ennek a sportának a legjobb versenyzőivel itt Miskolcon. Hozzátette, a rendezés jogával még közelebb szeretnék hozni a hétköznapi emberekhez ezt a sportágat, amelyhez a verseny kiváló lehetőséget nyújt majd. Ragacki Zoltán, Miskolc sportért felelős polgármesteri biztosa köszöntőiben szólt arról, hogy a város örömmel támogatja a nagy létszámú nemzetközi versenyeket, amelyek sok száz látogatót jelentenek, ezért is állnak szívesen a feltörekvőben lévő sportágak mellé. Különleges esemény ez Miskolc történetében, hiszen a város soha nem adott még helyet ilyen nagyszabású testépítő és fitness eseménynek. Köszöntőiben a város sportért felelős biztosa megemlítette a helyi klub versenyzőinek, Szepesi Szabinának is a nevét, aki tavaly novemberben Las Vegasban 2 arany és 1 bronzérmet szerzett a 21. Naturál Olimpián. Az indulók összesen 35 kategóriában mérkőzhetnek meg egymással, külön nők és férfiak, kor, valamint magasság szerint. Az érdeklődők láthatnak többek között kerekesszékes, junior és masters kategóriákban szerencsét próbálókat is az egyetemi körcsarnokban, amely izgalmas vetélkedést nyújt majd minden kilátogatónak. A vetélkedés 2 részből, egy elődöntőből, valamint döntőből tevődik össze, ahol a legjobb eredmény elérése a cél minden versenyzőnek.